Február 15-én évfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételi rendszerben. Ingyenesen 3, összesen pedig 6 képzést lehet választani, és megjelölhető mind a 6 képzés állami, ösztöndíjas és önköltséges formája is. Idén újdonság, hogy az alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek általános felvételi követelményként nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük, emellett megszűnik a jogszabályi minimumpont határ. Ezzel a lehetőséggel a Kodolányi János Egyetem is él, így mostantól könnyebben nyerhetnek felvételt a leendő hallgatók. Az intézmény vonzó lehet a diákok körében az országosan is egyedülálló előadó művész képzése miatt. Jazz szakunk itt van Fehérváron, csak a Kodolányi kínálatából, mi ugye több helyszínen vagyunk, de ez a képzésünk csak itt van. Bölcsész területről a közösségszervezés alapszakot kínáljuk. A szociális munkát említeném meg, mint egyfajta unikumot. Ugye Nyugat-Európában nagyon nagy kereslet van a szociális munka alapszakos végzetjeink iránt, és a klasszikus gazdálkodástudományi területet továbbra is kínáljuk. Így a turizmus vendéglátás, a gazdálkodási és menedzsment és az emberi erőforrás alapszakot is választhatják a jelentkezők, de a gazdálkodás tudományi területhez kapcsolódóan 2 mesterszak is várja a hallgatókat. Emellett a város másik felsőoktatási intézményében is vannak változások. Az Óbudai Egyetem Alvarégia műszaki karának újdonsága, hogy a meglévő mérnök alapképzések mellett mérnök informatikus és geoinformatika mesterszak is indul. Emellett egy új kar is jelen lesz szeptembertől az intézmény palettáján. Corvinus Egyetem nem indít már Székesfehérváron képzéseket, gazdasági képzéseket, és a Keleti Károly Gazdasági Kar szeptembertől indítja alapszakon a gazdálkodás és menedzsment szakot, és indít egy mesterszakot is, a vállalkozásfejlesztés mesterszakot Székesfehérváron. Pogácsnik Monika hozzátette, az induló gazdasági képzések elérhetők lesznek duális formában is. Ez a képzési forma nagyon népszerű a hallgatók körében, mert amellett, hogy különböző cégeknél már a tanulmányaik alatt is fizetéshez juthatnak, számos szakmai tapasztalatot szerezhetnek, így könnyebben tudnak boldogulni a munkaerőpiacon. Ha valaki most még nem tudja eldönteni, hova is jelentkezzen, a fehérvári intézmények nyílt napokat tartanak. A Kodolányin január 20-án, az Óbudai Egyetem Pirosalma utcai épületében január 16-án lesz nyílt nap. A felsőoktatási jelentkezéshez szükséges információk a felvi.hu oldalon találhatók. A ponthatárokat várhatóan július 26-án hirdetik ki.